Majdnem egy napig küzdöttek a tűzoltók a lángokkal Fonyódnál, ahol még tegnap kigyulladt a nádas. Eleinte egy kisebb, néhány hektáros tűznek nézett ki, de az erős szél miatt nagyon-nagyon gyorsan terjedtek a lángok, a lápos talajon pedig nehezen mozogtak a tűzoltók, így végül több mint 100 hektár égett le. Hivatásos és önkéntes tűzoltók is kint voltak, nagyjából 50-en. Ameddig a szem ellátott, mindenhol kiégett nádas lehetett látni, és sűrű gomolygó füst borította a Balaton Fonyódnál. Ezek a légi felvételek pénteken délelőtt készültek. Ekkorra már több mint 100 hektár nádas égett le. Csütörtök délután gyulladt ki a berek. Először csak pár hektáron lángolt. 3 hektáron kezdett el égni a nádas itt Fonyód külterületén. A tűz az éjjel során 30 hektáros területre terjedt át. Óráról órára egyre nagyobb terület égett. Csak éjszaka tudták körülhatárolni a kigyulladt területet. Az oltás hosszú órákon keresztül zajlott. A környéken lakóházakat nem veszélyeztetett a tűz. Le is mentünk a berekbe megnézni, hogy mi van, hát nagyon-nagyon sajnáljuk. A füstöt viszont több környező településen is lehetett látni és érezni. Láttam a füstöt, igen. Hát, de hát arra füstölt, tehát véletlen felé, oda is mentek a tűzoltók. Kivonult az egész hegység mindenhonnan. A tűz leginkább a 10 000 hektáros nemzeti park állatait veszélyeztette. Ami most természetvédelmi szempontból lényeges, hogy az egész terület gyakorlatilag olyan élőhelyeket és növénytársulásokat tartalmazott, amelyek nem csak itthon védettek, hanem uniós védettségűek, tehát tényleg elég különlegesek, és a déli Balatonra, Nagyberekre nagyon jellemzőek. Hivatásos és önkéntes tűzoltók megállás nélkül dolgoztak a lángok megfékezésén. A környező település egységei is a helyszínre vonultak. Délelőtt ellentüzet is gyújtottak, ezzel próbáltak megfékezni a lángokat. Az erős szél és a lápos talaj miatt a tűzoltóknak nem volt egyszerű dolga. Marcali, balatonboglári, Siófok és keszthelyi egységeket riasztottak a helyszínre, akik azonnal megkezdték az oltást, azonban nehezítette a munkálatokat, hogy a helyszínt csak gyalogosan tudták megközelíteni, szikracsapokkal tudták megkezdeni az oltást. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította a munkálatokat. Aztán az esti órákra az egyre erősödő szél még jobban nehezítette a kollégák munkáját. A tüzet végül kora délelőtt sikerült teljesen eloltani. Így nézett ki az oltás után a nádas. A szárazság miatt hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben. A szakemberek még vizsgálják, mi okozhatta a tüzet.